Pécs országszerte híres zenei életének egyik fontos színfoltja, a Casio Samples. A nevüket láthattátok már különböző remix lemezeken, ők azonban azt mondják, úgy lenne teljes a kép, ha végre egy önálló lemezük is megjelenne. Sok kísérletezgetés, sok egyéb külső munka, ami kellett ahhoz, hogy lehet, csak azt mondjuk, hogy jó van, akkor csináljunk egy lemezt. De közben egyfolytában ugyanezt a lemezt csináltuk, hogy egyébként. De valahogy mégis mindig átértékelődött az évek folyamán, és egyszer csak pontot tettünk a dolgoknak a végére, ami közel sem egy ilyen hosszú távú vég, hanem az eddigi eredmények elérkeztek egy olyan szintre, hogy csináltunk egy kis kosarat, egy kis csokrot. Az NDK Televízió zenés ajándékos. Most szerintem most először érezte úgy mindenki, hogy ez a dolog úgy valamilyen szinten megállapodott, és nem az van, hogy egyik héten éppen egy ilyen fajta számhoz volt kedvünk, a másik héten egy olyanhoz, ami általában körülbelül azon múlott, hogy éppen milyen inspiráció ért minket, meg éppen milyen kedvünk volt. De meg most, mennyire téptünk be, majd kívánnám. Most ez egy ilyen tudatosabb. Itt nem tettünk be egyszerse közben. Ja, meg kicsit most kezdett úgy érzem, hogy összeérni ez az egész dolog. Tehát tényleg egy csomó szám van, ami nem konkrétan a lemezre készült, hanem így készülgetett, és aztán úgy láttuk, hogy ez tényleg összeérik, és valamilyen szinten egyivásúak ezek a zenék, tehát nem annyira szerteágazó stílusban. Meg sokat segítenek a visszajelzések nyilván, tehát vannak nagyon jó barátaink, akik vagy média személyiségek, vagy egyszerűen csak rajongók, és az ember elküld egy éppen még melegnek mondható nótát, az ember megírja a CD-t, feladja, vagy fölteszi az Intercity-re, és eljut az illetőhöz, és jön az SMS, hogy széthallgatom, akkor ez egy irányadó dolog, mert azért általában, és főleg a lemezen hallható dologra azt lehet mondani, hogy konkrétan ezt a, mondhatnám így, hogy stílus, de már nem is jó így belekezdeni, tehát már nem jó hangzik a mondat, de mégis azt mondanám, hogy ilyen hangvételű lemez manapság nem nagyon van, külföldön sem nagyon, nem azt akarom ezzel mondani, hogy mi most aztán újítottunk valami nagyon nagy extrát, és hogy most mindenki azért hallgassa ezt, mert mi felfedeztük a spanyol viaszt. Igazából olyan baromi nagy újdonságok nincsenek a lemezen, csak legfeljebb az a bátorság lehet egy kicsit újszerű, ahogyan mi így őszintén olyan elemekhez nyúltunk a magunkban levő dolgokat kifejezendő, amelyeket már vagy régen elfelejtettek, vagy csak úgy bújtatva lehet megtalálni a mai zenékben. Mi ezeket bátran előszeregettük, és oda tesszük bunkon. When I was only five, I thought the world turned around the playground. In my little mind, I didn't know the things happen under the ground. When the children played with the toys, I tried to make sound from the noise. The others said, you never play with us, you're surely mad. Például ért ilyen kritika minket pont a napokban, meghallgatták a lemezt, és jött egy ilyen kritika, hogy emberek, ez aztán iszonyú Kraftwerk koppintás. És valamilyen szinten ennek mi örültünk, mert tényleg nyíltan bevállaljuk, igen, például az nagy hatással volt rá, minek bújtatgatni, tényleg ott van, ennyi. De semmi se készült úgy, hogy most szeretnék csinálni egy olyan számot, mint a Kraftwerk. Tehát ilyen történet. Tehát ebből a szempontból azért volt meg jó. Egy ilyen fajta szám sincs. Azért volt jó olyan szempontból ez a lemez, mert végre tényleg azt csináltuk, amihez kedvünk volt. Senki nem szólt bele, leültünk, és ami kijött, az van a lemezen. Abszolút nem érezzük merészségnek ezt azt, hogy saját kiadásba adtuk ki a lemezt. Következő okok miatt. Például itt volt az előttünk levő zenekar, akiknek nem akarok senkinek se pozitív, se negatív reklámot sem, úgyhogy nem mondom, hogy melyik kiadónál, de ők mondják azt, hogy több mint egy éve fiókba hever az anyaguk, pláne abban a stílusban, amit ők művelnek, ez talán kellemetlen, és már egy elég gyorsan változó dolog ez. Nagyon sok kiadónál voltunk,
olyan feltételeket kaptunk, amiket így nem tudtunk elfogadni, mert viccnek is rosszak. Olyan emberekkel találkoztunk zömében egy-két kivétellel, és inkább nem annak a kivételt, hogy ne sértsek meg senkit, akivel mai napig olyan kapcsolatban vagyunk, úgy is tudja, hogy őt pozitív embernek tekintjük, akivel meg nem, az meg nyugodtan vegye magára. De olyan emberekkel találkoztunk, akinek a harmadik mondatánál kiderült, hogy körülbelül fogalma sincs az egészről, amiért ő ott ül. Nagyon sok zenekarral elbeszélgettünk, aki ma Magyarországon meghatározó zenekarnak számít. Ők is elmondták, hogy milyen gondjaik vannak a kiadókkal, nem lehet kapni a lemezüket, az utolsó szervezési dolgot is valójában ők csinálják, hogyha azt akarják, hogy valami előre jusson. Mennek az ígérgetések, ugyanakkor egy multikiadó szerződés gúzsba köti őket. Igazából nem olyan veszélyes dolog egy lemezt kiadni. Ha valakiben ebben van kellő utánjárás, meg energia, akkor ezt meg tudja csinálni. Az egész nem egy olyan dolog, ami egy hatalmas, ekkora ipari komplexumba készül, és egy üvegpalota kell hozzá 25 ezer alkalmazottal, hanem körülbelül egy telefonnal, egy faxsal, meg egy számítógéppel, internettel, gyakorlatilag minden elintézhető. És így hosszas rágódásán arra gondoltunk, hogy ha ötöd annyi lemezt adunk el, mint amint egy multinál adnánk, ami már itt ezen a ponton nem igaz, mert nem fogunk ötöd annyi lemezt adni, akkor vagyunk ugyanott anyagilag, mintha egy multihoz szerződünk. Maximum különbség annyi, hogy nem a saját pénzünket kockáztatjuk, de ha ezt veszem, akkor már jobban járok. Így tudom azt, hogyha valamit elrontunk, akkor azt mi rontottuk el, tudom azt, hogyha valahol nem lehet kapni a lemezt, akkor abban lehet, hogy a mi kezünk is benne van. Van egy rendes terjesztője ennek az anyagnak, de mi igyekszünk ott nagyon sok mindenbe segíteni, meg szinte napi kontaktban tartjuk a kapcsolatot, ha bármi van, akkor tudunk jobbra-balra lépni. Úgyhogy itt valamilyen szinten minden magunkon múlik. Ha vastagabb lenne a pénztárcánk, akkor nyilván sokkal több hirdetést, ezt aztán azt lehetne megvásárolni, amit így nem biztos, hogy tudunk. Viszont ha egy multikiadóhoz mennénk, meggyőződésem, hogy akkor se lenne több cikk, mert a meghatározó újságokban, meg televíziókban, mint például itt a Viva Pluszon is, ugye vannak riportok. Ha most elmegyünk az XY kiadóhoz, akkor kb. Ugyanígy ülnénk, csak azt mondanám, hogy a nem tudom ki adta ki a lemezünket, ennyi lenne a különbség. Mindenki, aki arra adja a fejét, hogy zenélni szeretne, és ezt ma Magyarországon teszi, az amellett, hogy fogja a gitárát és gyakorolgat rajta, hívogassa fel a jobb időhivatalt néha-néha, vásároljon be egy-két könyvet, hívja fel az Attilát, mert 50 ezer forintokat telefonál le csak azért, hogy kibindzsizze, hogy jogilag hogy is vannak a dolgok, religiá vannak temetve. Reméljük nem szándékosan, bízom benne, hogy véletlenül van az egész dolog úgy beállítva, hogy ne csinálhasson bárki egy kiadót csak úgy csettintésre. Az egésznek a legszebb része az, hogy elképesztő szabadságot ad művészetileg. Tehát ha úgy döntünk, hogy most lesz egy teljesen kretén száma lemezen, mint hogy vannak rajta nagyon meglepő fordulatok, amelyben nyilvánvaló, hogy egy kiadó vagy egy öltönyös producer belebeszélne, hogy hát gyerekek, ja, ilyet mondjuk nem ilyet lehet. Ne. És ez meg is látszik a hazai könnyűzenén, nagyon sokszor egyszerűen nem tud egyről kettőre jutni, mert sablonos dolgokat ismételget, mert egyszerűen ez a rendszer, ez az infrastruktúra, ez képtelen arra, hogy valamit újítson, mert nem mer újítani, rég bevált dolgokat ismételget. Nálunk ez így egyáltalán nem így volt, és azt nem lehet elmondani, hogy az ember lemegy a kis magunk által összespórolgató stúdióba, és ott azt csinálunk, amit akarunk. I feel the heat drops.